egy duplát. Ugye is a kedves vendég? Hát mit igyak? Nem baj, hogyha valami különlegességet kérek? Hát csak tessék, bátran! Bár ide kimi nálunk nem nagy a választék. Ide hallgasson, ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek. Nézze, Aliszka, maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt rendeljek, amire gusztusom van. Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy olyan sötét színű folyadék. Feltes ital? Nem kérem. Üvegpohárban hozták, és egészen forró volt, tehát nem összeszes ital. Hálattól félek, hogy olyan nekünk nincs. Ezt el sem tudom hinni. Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat? Már hogy ne lehetne. De előre megmondom, hogy én már 5. éve dolgozom itt. Kezdek torkig lenni magával, ha nem hagyja abba, hazamegyek. Még nem is mesélt. Igazán járom. Ilyen hangulatban nem tudok mesélni. Azt kérdezi a vezető kartárs, hogy nem világos barna volt-e az az ital? Nem kérem, sőt, majdnem fekete! És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani? A zserbóban! Sejtettük. Hát kérem, a zserbó osztályon felüli luxus kategória. Mi pedig, nézze meg a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk. Várjon csak, ha jól emlékszem, kanalat is adtak hozzá, és a tányéron pici fehér kockák is voltak. Kockák? Hát kérem, én már 5. éve dolgozom itt, de ilyen kívánság itt még nem volt. Kockák. Nem lehetne mégis megkérdezni a vezető kartársat? Csak akkor boldog, ha foglalkozhatnak magával. Nehogy, Aliszka. Én még akkor sem vagyok boldog. De milyen volt Bled? Ne tegyem úgy, mintha érdekelnéd, Ned! Hallom a problémát! Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni! Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen jellegűek voltak azok a kockák? Fehérek! És ha jól emlékszem, meglehetősen kisméretűek! Nagyon bosszantó, tehát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsen. Nem is olyan gondos! És az a szóban forgó folyadékot sem ismerem. Üssek ő! Akkor én is kérek egy duplát.